Ma egy egészen elképesztő ingatlant fogok nektek megmutatni, melytől garantáltan tátva marad a szátok. Amikor először bejártam ezt az ingatlant, a végén azt mondtam, ide én is beköltöznék. Helyezzétek magatokat kényelembe, mert biztos vagyok benne, hogy maradandó élményben lesz részetek. Üdv itthon! Sziasztok! Azt gondolom, hogy már az intro is jól megmutatta, hogy micsoda fantasztikus helyre érkeztünk ma. Csodálatos kilátás, nagy terasz, brutális, gyönyörű telek. De még mielőtt bemegyünk, gondoltam megmutatom, hogy hogyan érkezünk meg ebbe a lakásba, ugyanis külön bejáratos, annak ellenére, hogy ez egy társas ház, és rögtön van egy 40 négyzetméteres privát terünk, ami nagyon szépen meg van csinálva, látjátok, zöld növényzettel, nagyon igényes már ez is, szóval ide tényleg kellemes lesz majd megérkezni. Most pedig menjünk is be. Arra gondoltam, hogy most kivételesen kezdjük az ingatlan legjobb részével. Amikor ide megérkezik az ember, és bepillant azonnal a kilátástáról elé. Van egy 6 méteres nyílászárunk, ezáltal megnyílik a tél, és oda szép, majd most először menjünk ki, és majd utána végigmenjünk a belsőn, ami az is tényleg egészen elképesztő, de szerintem megmutatom a panorámát, ami az egyik legnagyobb értéke az ingatlannak, és nem csak, hogy kilátás van, hanem van egy csodaszép külső terünk is, ez egy 40 négyzetméteres terasz, és ezt nézzétek, 1, 2, 3, 4, több mint 4 méter a mélysége, tehát látszik, hogy tényleg kanapét le lehet rakni, körbe lehet ülni egy ilyen kis tűzhelyet, és képzeld el, ahogy egy hosszú nap után csak itt leülsz, és csodálod a kilátást, amit azt is meg fogjuk mutatni, hogy este milyen, tényleg egészen elképesztő, hogy a városnak milyen sok színe van, tehát ilyenkor napközben van egyfajta érzés, és amikor ki van világítva a város, az egy egészen másfajta, és arra gondoltam, hogy ezt mindenképpen meg is mutatjuk nektek. Mivel, hogy ilyen nagy a terasz, ez egy társaság számára is ugye nagyon ideális, vagy akár családosok számára, úgyhogy lehet mindenféle összejöveteleket tartani, miközben az ember itt folyamatosan van egy ilyen kis légáramlat, szóval tényleg nagyon friss és jó a levegő. Mint látjátok, a tulajdonos szokott grillezni is, bőven van neki hely, van egy szép nagy asztalunk, amit körbe lehet ülni. Ráadásul itt egy ilyen növényfallal elválasztotta, hogy a szomszéd tényleg abszolút ne lásson rá. Hozzáteszem, teljesen privát ugye ez a terasz és ugye a fő élettér, hiszen gyakorlatilag, hogyha lenézünk, akkor olyan szinte, mintha egy szakadékban néznénk, úgyis ugye meredek ugye a telek, és mi a legfelső pontján vagyunk. Érdekes módon a ház kívül úgy tűnik, mintha ez egy önálló családi ház lenne, pedig nem az, egy négylakásos társasházról van szó, de és meglepő módon ugye az épület az már a 30-as években épült, szóval ez egy nagyon régi épület, hogy most a tulajdonos teljesen felújított, tehát új szigetelése van, új csatornarendszer, új tető, új vezetékek, csövek, tehát gyakorlatilag itt nem egy felújítás, hanem egy építkezés történt méghozzá a Covid ideje alatt. Én azt gondolom, hogy a végeredmény önmagáért beszél. Amit itt a teraszon még kiemelnék, ugye ez a napellenző, ami egészen a korlátnak a széléig ki tud nyúlni. Szóval, mivel ugye ez a déli tájolás, és egész nap üdvösít a nap, ami hát azért elég meleg tud lenni, főleg ilyenkor nyáron, amikor kiengedi az ember az elektromos napernyőt, és élvezni tudja tényleg a jó időt, vagy hogyha esetleg van egy talvezi zápor, akkor is lehet használni ugye a teraszt. Itt látjátok, egy hatalmas nagy üveg nyílászáró van, mindenképp kiemelném, hogy itt lucfenyő ablakok vannak, illetve nyílászárók, ami nagyon-nagyon szép, értékes, és ugye a fa az nagyon sok helyen megjelenik ugye az ingatlanban, nagyon fontos szempont volt a természetes anyagoknak a használata. Ez mellett pedig az, hogy egy időtálló, nem hivalkodó, hanem visszafogott dizájnt alkossanak meg, amiben egy belső építész is segített a tulajdonosnak, valamint a Pinterestről is nagyon sok ötletet merítettek, és szerintem ez egy nagyon szép egységé állt össze. Nem csak maga a dizájn különleges és szép, hanem funkcionálisan is ez egy nagyon-nagyon jó hasznosítható ingatlan, mind az elrendezésében, mind pedig ugye a belső építészetben. Látjátok, hogy tényleg rengeteg-rengeteg beépített szekrény van, ami egyfajta design elemként is szolgál, illetve nagyon, tehát ugye jól néz ki, és ugye funkcionálisan rengeteg tárolási felületünk van,
nagyon érdekes és jó ez a fajta játékosság is. Látjátok, mindenhol meg van világítva, szóval ez este tényleg nagyon-nagyon jól néz ki. Meg is fogjuk majd ezt is ugye mutatni. Látjátok, nagyon szép, kényelmes, nagy kanapék kerültek elhelyezésre. Konkrétan ennek története van, vagyis a tulajdonos Angliában is élt évekig, és ott ismerkedett meg ezzel a kanapéval, ami egy toll kanapé, ilyet Magyarországon, sőt Európában nem olyan lehet kapni. Szóval végig is Angliába kellett kiutaznia, hogy be tudja ezt szerezni, szóval egy furgonnal kiment azért, hogy ez most itt lehessen. Szerintem nagyon jól néz ki, jól feldobja a teret, nagyon-nagyon kényelmes. Mint látjátok, tényleg hatalmas a tér, és ez nagyon nagy ritkaság, hogy ez egy régi ház, szóval itt statikailag is igen komoly munkát kellett végezni. 6 méteres acélgerendákat kellett berakni, mert ugye az volt a cél, hogy egy egybefüggő nagy tér legyen, tehát mint látjátok, nincs sehol ugye oszlop, ami a kilátást, a mozgást ugye akadályozná. Szóval van egy hatalmas nagy amerikai konyhás nappalink. Mindenképpen kiemelném ugye a fa tölgyfa parkettát, ami ilyen rétegelt, hiszen padlófűtés van az ingatlanban, nincs ugye sehol ugye radiátor, ez is ugye még inkább könnyen berendezhetővé, légessé teszi ugye az egészet. A design lámpáink vannak, nagyon szép ugye festmények, itt például az asztal az Olaszországból jött, látszik, hogy még kihúzható, tehát hogyha hangsúlyozom, hogyha valaki nagy társasággal szeretne itt lenni, akkor az is abszolút megoldható, mivel ugye teljesen elhúzható ugye a nyílászára, ezért a kint és a bent az egyé válik. Még akárhányszor ebben az ingatlanban voltam, mindig el volt húzva, szerencsére ugye persze jó idő volt, és tényleg nagyon-nagyon hívogató ez a terasz. Folyamatosan olyan érzésem van, hogy ki kellene ide mennem, szóval én azt gondolom, hogy rengeteg időt fog kint a természetben tölteni, aki ezt az ingatlant meg fogja vásárolni. Még mielőtt majd itt elmennék a hálóba és fölmennék, megmutatnám ugye a konyhát, ami egy kicsit így elszeparálva kapott helyet. Mint látjátok, fölül nincsenek ugye tároló részek, hozzáteszem, itt alul is nagyon sok a tárolási lehetőség, ezzel is ugye erősíteni akarták ugye ezt a légies érzést, amit van. És még egy fontos dolog, amit kiemelnék, az ugye a belmagasság, hiszen ugye 195 centi vagyok, sokszor meg szokták kérdezni tőlem a videókban, hogy hát mi a belmagasság, olyan nyomottnak tűnnek a telek, hát itt aztán erről tényleg szó sincs. Egyrészt itt ugye nagyon kellemes, és majd látni fogjátok, hogy az ajtók is ugye meg vannak magasítva, de azt majd mindjárt fogom mutatni. Természetesen kőpultunk van, ez egy Zero abszolút Zimbabwe nevezetű kőburkolat, szerintem nagyon-nagyon ugye elegáns, és látjátok, sok itt a hely, hatalmas ablakok, szóval ide is rengeteg természetes fény jön be. Itt az elszívót is azáltal, hogy itt a falon keresztül megy ki, ez is ad egyfajta plusz ilyen légességet az egésznek. Itt is rengeteg tárlási kapacitás, most így nem húzogatnám ki, természetesen beépített hűtővel, mélyhűtővel, a gépek azok mind ugye kézmagasságban vannak, nem kell hajolgatni, tehát itt mindenféle praktikus szempontot is figyelembe vettek. Rögtön mutatnék egy nagyon izgalmas megoldást, amit még nem láttam máshol, hogyha itt ezt megnyomom, akkor automatikusan nyílik ki, és el van rejtve a klíma, és ez minden helységben van, és mindenhol így el van rejtve, szóval érdekes, hogy amikor nem használjuk, hogy egy gombnyomásra visszacsukódik, akkor teljesen beleolvad a környezetébe, amikor pedig tényleg olyan meleg van, hogy használni kell, akkor ki lehet nyitni. Ez egy Mitsubishi rendszer, aminek az a lényeg, hogy van egy szenzora, érzékeli azt, hogy ki van a térben és hol mozog, ezáltal ugye szabályozza, hogy például ne fújja rá közvetlenül a hideget az emberre, ráadásul ugye szűri is ugye a levegőt, szóval élettanilag is ez egy sokkal egészségesebb és praktikusabb, jobb megoldás. Azt gondolom, hogy most menjünk be és nézzük meg a hálót, ami ugye ez a szülői háló, a Master. Rögtön mielőtt belépnénk, mutatnám ugye ezt a tolóajtós megoldást. Ez jellemző ebben az ingatlanra, és látjátok, mennyezeti gér az ajtó maga, és azáltal, hogy ugye a toló ugye nem foglal túl sok helyet, tehát nagyon jól lehet itt majd ugye pakolni. Hozzáteszem, ez pedig ugye még növeli a térérzetet azzal, hogy ilyen magas. Ugye a hálószobának szerintem az egyik vagy számomra legizgalmasabb része az, hogy innen is ugye ugyanazt a panorámát kapjuk meg, mint a teraszról, illetve ugye a nappaliból. Szóval képzeld el, amikor reggel fölébredsz,
és rögtön megálltad ezt a csodálatos kilátást. Én azt gondolom, hogy már is jobban fog indulni a nap. Mindenhol, ahol csak lehetett, ugye megnagyobbították ugye a nyílászárokat, itt is ugye tolóajtó van, bár hozzáteszem, hogy nem, valószínűleg nem sokat fogsz a hálószobádon keresztül kimenni a teraszra, de ha egyébként szeretnél, akkor meg lehet ezt tenni. Mindenképp kiemelném ugye a hálószobának a hátfalát, ami egyedileg lett gyártva asztalos által. Nagyon ilyen különleges mintákat raktak bele, ami ráadásul meg is van világítva. Szerintem nagyon-nagyon jól feldobja a teret. Egy kényelmes ágyal, ami természetesen körbe járható. Itt mutatnám, még a kapcsolókra is figyeltek, hogy ezek se egy ilyen snasz és általános legyen. Angliában vannak ilyenek. Szerintem nagyon-nagyon praktikus és jól is néz ki. Ugye, mint mondtam, funkcionálisan is ez az ingatlan minden igényt kielégítő, mert itt is ugye van tárolókapacitás, lehet ebből azt gondolni az ember, hogy hú, hát ez kevés, de nem az, ugyanis, hogyha itt tovább megyünk, akkor pedig megérkezünk egy gardróba, szóval itt tényleg fölül is lehet pakolni, alul is, tehát ugye rengeteg mindent föl lehet akasztani, van ablak, szóval természetes fény is jön, hogy ezt a függönyt azért lakták, hogy a szomszédból ne lehessen belátni, hozzáteszem, hogy nem néz ide egy szóval se, szóval valójában senki nem fog ide bekukkantani. És ugye egy masternek nem maradhat el ugye a fürdőszoba, ami egy nagyon szép, tágas, kényelmes fürdő, saját WC-vel, dupla mosdóval, és ezzel a igen kényelmes és különleges zuhanyzóval. És itt elmondanám, hogy itt ez nem mozaik csempe, hanem ezeket a csempéket egyenként vágták ki. Konkrétan másfél hónapig készült csak a fürdőnek a burkolása. Hát többször mesélte a tulajdonos, hogy többször el is vágta a kezét a burkoló, mert ez egy ilyen nagyon aprólékos kézi munka. És ugye nagyon fontos volt, és fő szempont, hogy ez fusson, tehát ha megnézitek, ahol ugye vannak a burkolatváltások, ott is a minta a legtöbb helyen tökéletesen fut tovább, szóval, hogy ezt így kiszámolni, hogy ez így kijöjjön, és ezt így megvalósítani, én azt gondolom, hogy ez mintázza a leginkább azt, hogy milyen hozzáállással készült a tulajdonos részéről ez az egész ingatlan, ez a felújítás, ugyanis ez nem befektetésnek készült, ez nem eladásra és haszonszerzési célra, hanem tényleg egy otthonnak, ahol sok évig fognak lakni. Aztán most az élet máshogy alakul, gondolom, rögtön felismerőben a kérdés, hát akkor mégis miért adják el? Hát azért, mert szeretnének külföldre költözni, és úgy gondolják, hogy egy ilyen ingatlan nem szívesen adnának ki, mert tényleg, hogyha itt valaki egy pici kárt csinál, akkor az már egy igen komoly tétel annak a helyreállítása, és az pedig, hogy egy ilyen értékű ingatlan csak úgy álljon üresen, akár évekig, annak meg nem látják értelmét, szóval úgy döntöttek, hogy eladják. Szerintem ez egy kiváló lehetőség annak, aki egy ilyen jellegű ingatlant keres. Ugye a lokáció, én azt gondolom, hogy tökéletes. Itt vagyunk a Rózsadomb gyakorlatilag alján. Ugye az utca bár nem erigy irányú, de egy kocsi el egyszerre. Tényleg csak azok járnak ide, akik itt laknak. Szóval itt, ha lesétálunk, egyből ugye a Marcibányi téren vagyunk, ahol nagyon jó kis éttermek, kávézó, kiülős helyek vannak, szóval nem is muszáj autóba ülni, ha valaki nem szeretne este a feleségeddel, csak ide kijöttök a teraszra meginni egy finom bort, megbeszélni a nap történéseit, vagy ha szeretnétek kimozdulni, akkor tényleg csak 3 perc a Haris Park, ami tényleg csodálatosan meg van csinálva, egy nagyon impozáns környezetben tudsz vacsorázni, iszogatni, vagy tényleg esküvőt, vagy mindenféle rendezvényt ott csinálnak, szóval én azt gondolom, hogy tényleg fantasztikus. Én szerintem a Budapestnek egyik, hanem a legjobb részén vagyunk. Tényleg már, hogyha valaki nagyon kukacos és kifogás keres, hogy mit tud ebben az ingatlanban találni, aztán tényleg az, hogy mondjuk a Dunát meg a Parlamentet nem látjuk, de én azt gondolom, hogy a várnak és a városnak ez a kilátása, ez abszolút kárpótolja az embert. Most már itt lent elég sok mindent megnéztünk, és sok mindenről beszéltem, hogy szerintem menjünk fel, és nézzük is meg, hogy mi van fönt. Még mielőtt felmennénk, azért itt pillanatra azért álljunk meg itt az előszobánál, mert ez sem hétköznapi. Egyrészt felhívnám a figyelmet, hogy és ugye ezek az apró részletek, amik sokszor nem is vehető észre, hanem egyszerűen, amikor az ember a térben benne van, akkor érzi azt a fajta összhangot és átgondoltságot, ami benne van egy ingatlanban. Tehát például az, hogy itt van ugye a faparketta, és gyakorlatilag a kő burkolat ugyanazt a mintát veszi fel, konkrétan ugyanarra a méretre is vágták ki ezeket a lapokat, és ugye ez a minta ugye így megy tovább, és gyakorlatilag ez a burkolat kijelöli
magát ugye az előteret, és ha ez nem lenne elég, akkor egy egyedileg gyártott ajtónk van, ahol ugyanez a halszálkás minta gyakorlatilag végigfut. Én még nem sok ilyet láttam, ahol ilyen szintig mentek a tökéletességnek a megkeresésében, és ha ez nem elég, akkor mutatnám ezt a tényleg csodaszép és elképesztő lebegő lépcsőt. Hát konkrétan a statikailag egy igen komoly kihívás volt, ami hónapokig dolgoztak, hogy meg tudják valósítani, hogy meglegyen ez a fajta légiesség, ez a fajta elegancia. Érdemes megnézni szerintem élőben is. Úgyhogy most menjünk is föl rajta, és nézzük meg, hogy mi van fönt. És akkor meg is érkeztünk a felső szintre, mint látjátok, itt a lépcsőháznál hatalmas ablakok vannak, csodaszépen besüt a nap, szóval tényleg nagyon-nagyon világos az ingatlan minden egyes része. Itt van egy kis teraszunk, bár valószínűleg azt nem sokat fogod használni. Itt a felső szinten három teljesen külön nyíló szobánk van, még erre is figyeltek, hogy mindenféle képpel és ugye ilyen tárlási lehetőséggel kiegészítsék, szóval tényleg, és ráadásul nagyon szép széles itt ugye ez a közlekedő rész is, nagyon-nagyon kényelmes. Itt is ugye a belmagasság is, azt gondolom, hogy nagyon jó. Itt ezen a részen most látjátok, egy ilyen tároló van kialakítva, illetve ez egyfajta ilyen játszó sarok, tehát ha például vannak gyerekek, akkor ők itt tudnak játszani, ha éppen nem a szobában akarnak lenni. És szándékosan itt egy jóval nagyobb nyílászárót ugye hagytak, egy tolóajtóval. Szóval pont azért, hogyha valaki, most ugye ez a nagy szoba dolgozónak van éppen kialakítva, ha éppen valaki itthonról dolgozik, akkor közben azért a gyerekekre egyrészt rálát, másrészt pedig a gyerekek sem érzik úgy, hogy elszaporálódott a szülőszobor, azért egy térben tudnak vele lenni. Nagyon-nagyon szép és igényes ennek a dolgozónak a kialakítása. Látjátok, itt is nagyon sok ugye, beépített szekrény. Itt is ugye egy ilyen lebegő pultunk van, ami tovább erősíti azt a fajta légiességet, ami erre az egész ingatlanra folyamatosan ugye, jellemző. Itt is rengeteg tárlási kapacitás. Itt is mind az összes helyiségben el van rejtve ugye a klíma, tehát hogy az esztétikailag senkit ne zavarjon. És itt is amennyire csak lehetett a tetőtérben megnyitották a tereket, hát most nem kezdem elcsetelni, hogy ez milyen sok pénzbe került, hogy ezek a kivágások egyedileg gyártott zsalúzia be tudjon kerülni, de azért a kilátást mindenképpen megmutatom minden föntről, ugyanolyan szép, mint lentről, és ami egy érdekesség, hogy annyira jó a nyilázzal, hogy tényleg nagyon-nagyon könnyű ugye kinyitni, becsukni, szóval ezt tényleg a gyerek is könnyen meg tudja tenni. Sok olyan nyilázárot láttam már, ami tényleg nagyon nehéz volt, és tényleg kényelmetlen volt annak a kinyitása. Szerintem a kilátás önmagáé beszél, úgyhogy erre sok extrát már azért nem mondanék. Ha valaki szeretne, akkor ide is ki lehet ülni, vagyis feküdni, napozni, bár azért kicsit excentrikusnak kell lenni, mert azért ide már kicsit többen rálátnak. Szóval nagyon szép, kényelmes ugye a tér, amit mondtam, hogy mindenhol megvan ez a fajta tágasságérzés. Van egy másik külön nyíló szobánk, és megmutatnám a fönti fürdőszobát. Ez nagyon fontos, hogy ne kelljen itt a szintek között ugye mászkálni. Itt is van egy szép nagy ablakunk, van egy nagy jacuzziskádunk, itt is ugye dupla mosdóval, megfelelő tárolási kapacitással, de tényleg ugye az nagy ajtók mindenhol, és nézzétek meg ezeket a kilincseket, ami tupály, tehát ez is egy ilyen designer kilincs, nagyon-nagyon jól néz ki. Egyébként ez a szín, ez nagyon-nagyon tetszik, ez a hát ilyen fém színű, ez most egyre divatosabb. És van egy külön mosókonyhánk, van itt is egy külön vécénk a felső részen, de azt gondolom, hogy ez egy minden igényt kielégítő ingatlan, összesen ugye 185 négyzetméteres plusz 240 négyzetméter terasz, és még fönt is 12 négyzetméter erkély, vagy 3 négyzetméteres erkély. Szóval ebben én azt gondolom, hogy nagyon nehéz kivetni valót találni. Arra gondoltam, hogy a legjobb résszel kezdtük rögtön az elején, és a legjobb résszel is fejezzük be ezt a videót, hogy elég jó körbejártuk. Őszinte leszek, szerintem ez a felvétel kevés lesz, bár nagyon bízom Zoli képességeiben és tehetségében, meg a vágásban is, és igyekezni fogunk tényleg minden apró részletet megmutatni közelről is, meg a tereket, meg el is mondtam nagyon sok mindent, de valójában ez az ingatlan, amikor itt van valaki, látja ezt, érzi ezt, akkor mutatja meg Isten igazából ugye magát, de abban biztos vagyok, hogy legtöbben nincs lehetőségük gyakorlatilag ilyen ingatlanban járni, akár lehet egy egész életükben.
őszinte leszek, nagyon ülnék, ha egyszer egy ilyen ingatlanban laknék, és ez is a cél meg az álom. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tényleg nem túl hájpolás volt az intro az elején, hanem sikerült beváltani azokat a reményeket, amit az elején keltettünk. Ne feledjétek, folyamatosan jövünk nagyértékű ingatlanokkal a jövőben is, szebbnél szebbekkel, jobbnál jobbakkal, erre csodálatosabb panorámákkal, szóval iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velem a következő videóban is.